Jó estét kívánok! Önök az Ajkai Tükör műsorát látják június 27-én szerdán. A hét eleje kicsit csendesebb volt a szokásosnál, hiszen megszokhattuk, hogy Ajkán mindig zajlik az élet. Események, amelyekről beszámolhatunk, szerencsére így is akadtak. Hétfő óta zajlik városunkban a Magyar Szenior Sakkbajnokság igazi nagyágyú résztvevőkkel. A bajnokság eredményére azonban péntekig kell várni. Lassan 20 éve hagyomány, hogy a VMK kreatív alkotótábor szervez általános iskolásoknak, aminek népszerűsége töretlen. Ezen a héten 25, a jövő héten 19 résztvevővel számolnak. A hétvégén második rendezvényét is megtartott a városunkban a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, ezúttal a Kossuth Parkban lévő buszmegálló felújítását tűzve zászlajára. Az eseményről Futó Zoltán küldött tudósítást. Néhány taktus erejéig visszatérünk még a városunkban megrendezett zenei mesterkurzusra, és műsorunk végén lapszemlét hallhatnak a legújabb Ajkai szó tartalmából. Kérem, maradjanak az Ajka TV csatornáján, azonnal jövünk a részletekkel. Június 29-éig, azaz péntekig tart Ajkán a Magyar Szenior Sakkbajnokság, ami már gyakorlatilag hazajár városunkba, hiszen az eddigi 18-ból 15-öt Ajkán rendeztek. Nem a szervezők vendégszeretetén múlt, hogy idén csak 27-en érkeztek a versenyre az ország minden tájáról, az Alföldről, a Dunántúlról, Budapestről, sőt a Felvidékről is. Ajkát három versenyző képviseli. A versenyt egy 3-4 fős összeszokott stáb szervezi, akik mindenre gondolnak, a szabadidős programok eltöltésétől az étkezés magas színvonaláig. Egy hétig itt tartózkodnak a sakkozók Ajkán, mire nyílik majd lehetőség a szabadidőben? Hát a szokás szerint most már 15 éve mindig kapnak a versenyzők a fürdőnkben, a szépen felújított élményfürdőbe belépőt, nagyon sokan élnek is vele. Hát ha az idő kegyes lesz hozzájuk, akkor azt jól ki tudják használni. Azon kívül meg szeretnek ismerkedni a várossal, nagyon jó véleményük van a ide érkező versenyzőknek Ajkáról. Most egy pár éve már nem mentünk fel a Bánya Múzeumba, azt is meg szoktuk korábban nézni, mert most már sokan azt ismerik, hogy van kikapcsolódási lehetőség. Azon kívül a kollégiumban nagyon szépen megoldják az egyéni problémájukat, és jó a szállás lehetőség, azon kívül az étkezési lehetőség is kitűnő. Az Ajkai Egyesületekre milyen szervezési feladatok hárulnak, hogy megrendezésre kerülhessen itt minden évben az országos bajnokság? Hát nyilvánvaló, hogy néhányunknak össze kell dolgozni. Egy 3-4-en azért ezt egy ilyen szempontból meg tudjuk oldani, hiszen valamennyien bánunk az internettel, nagyon nagy segítség van már a szervezésre a rendezőknek, nagyobb megkönnyíti a munkáját, úgyhogy meg tudjuk győzni ezt a feladatot. Kik felügyelik a verseny tisztaságát és azt, hogy minden korrektül és időben történjen? Hát a Szabó Zoli országos versenybíró barátom most az első számú segítségem, mert Szalai nénak munkai elfoglaltsága van, de még lesz egy-két, a Klucsik Niki is fog jönni segíteni, úgyhogy az összes szakmai és egyéb más adminisztrációs munkát reméljük, hogy könnyedén meg tudjuk majd oldani. Itt az a lényeg, hogy a nemzetközi tender most az, hogy 60 év a korhatár, tehát korábban volt 55, de most 60 év, és aki természetesen itt jó szerepel, és hát megfelelő anyagi háttere, és van, de legyünk őszinték, az mehet tovább, mind az Európa-bajnokságra, mind a világbajnokságra, ami hát attól függ, hol kerül megrendezésre, mert még Görögország az elérhető, de mondjuk Brazília, hát akkor már ott meg kell gondolni, hogy ki tud részt venni, de jogot szeretnek a győztese természetesen a részvételre. Melyek voltak az elmúlt év tapasztalatai a szenior sakkbajnokságon? Mennyire sikerült a tudást kamatoztatni? Én úgy gondolom, hogy a tapasztalat, a rutin azért megmutatkozik, és nagy küzdelmek voltak,
és én úgy gondolom, hogy ez ékes bizonyítéka annak, hogy az életkor előre haladtával nem törvényszerű, hogy az ember lejjebb adja a színvonalat. Én minden részvevő gratulálok, én egy a Fideden lakom, de föl szoktam jönni, és mindig nagy élmény egy-egy mérkőzést megtekinteni, mert azt látom, hogy nagyon magas szinten zajlanak a mérkőzések. Gyakorlat-e az a verseny végeztével, hogy elemeznek egy-egy mérkőzést, illetve valaki kíváncsi arra, hogy mi történt a másik táblákon? Igen, régen én azt tanultam, hogy elemezni csak vesztes partit érdemes, mert attól tanul az ember. Hát ez vérmérséklet kérdése, ki hogyan viseli a vereséget, de én azt tapasztalom, hogy valóban a felek visszavonulnak, és közösen elemeznek. A hölgyek lassan eltűntek a mezőnyből, és most már csak urakat köszönhetünk itt a megnyitón, vajon mi lehet ennek az oka? Igen, hát a női sakkozás az évek óta a problémával küzd. Nem tudom miért, valami oknál fogva, pedig hát csodálatos női versenyzőink voltak, és vannak is természetesen, de hát az életkorból adódóan, tehát most csak a polgárlányokra gondolok, hát ők még szerencsére még ugye fiatalok, még messze van ettől az életkortól, és hát az a korosztály, aki még most indulhatna, az pont hiányzik. Igen, van nekünk egy gázsrókánk itt a városban, mennyire tudják itt a szenior sakkozók, hogy éppen mi történik az ajkai sakk szakosztályokban, illetve az ajkai versenyzők, mennyire tájékozottak ez ügyben? Én úgy gondolom, hogy én nagyon tájékozott vagyok, és sokkal személyesen jól ismerem, és nagyon szurkolok neki, és nagy tehetség, és bízom abban, hogy kifutja magát, és én úgy gondolom, hogy mind a város maximálisan támogatja, olyan információval rendelkezem, és gondolom, hogy a Magyar Sakkszövetség is fogja támogatni, mert kell. És hogy mi lesz belőle, az elválik, mert a sportban még az, hogy valaki fiatal, a nagy tehetség, az még nem azt jelenti, hogy befutja azt a utat, amire hivatott, de én úgy gondolom, hogy ajtó vissza fog kerülni arra a szintre, ahol korábban volt, hiszen egy nagyon stabil NB1-es csapat volt éveken át, és úgy gondolom, hogy a jövő újra lesz. 1998-ban Sárvárat volt az első szenior bajnokság, akkor még körmérkőzés volt, 14 résztvevővel, 13 fordulóval. Győzött Bárcai nagymester, másik lett Káposztás Miklós, harmadik Ág Ervin, és az itt mindmáig játszó Kádár Gábor. Úgyhogy jó dolog ilyen öreg harcosokat látni, annyi év, sőt évtized után, magamat is ide sorolom. Ajka a legszínvonalasabb rendező közé tartozik egyébként, csodálkozom, többen megtisztelhetnék. Szingler Sándor óriási munkát végzett, töretlen lelkesedéssel nyomul előre, bár tavaly már olyasit mondott, ha idén is azt tapasztalja, amit tavaly, akkor elgondolkodik, hogy érdemes-e tovább haladni. Egy ilyen egyhetes verseny mennyire jelent megpróbáltatást, akár fizikailag, akár mentálisan? Hát erre azért nem árt felkészülni, mert olvastam valahol, hogy ha komolyan veszük a versenyt, akkor 5-6 kilóba fizikailag kevesebben leszünk. És ez a nyári verseny pedig különösen alkalmas erre, mert két forduló, például két alkalommal, az azért nem gyerekjáték. Az elmúlt években többször is 40 fok környékén járt a hőmérő higanyszála, aztán gyorsan, jó néhányan gyors döntetleneken menekültek ki a előttük álló megpróbáltatásokból. Mi a mostani előrejelzés, mi prognózis, mire lehet számítani, ahogy nézte a mezőnyt? Hát elsősorban túlélésre lehet számítani, másodszor itt öreg muskétások vannak, akiknek nem lehet látni, meg tudni, hogy milyen lesz az aktuális formájuk. Ma még mindenki optimista, mindenki bizakodó. Vannak arcok, akik újra meg újra visszatérnek, de már nem az a régi fiatalos külső, amivel annak idején láttam őket. Úgyhogy az idő vasfoga őket is kikezdte. Nem lehet prognosztizálni. A Magyar Szenior Sakkbajnokság zárónapjára pénteken kerül sor a Városi Szabadidőközpontban.